képesek vagyunk másokat gyógyítani? Isten a Dude közvetítésből. Tegyétek kezeteket az én nevemben a betegre, és áldjátok meg őket. A tihitetek hitetek ereje meggyógyítja őket, mert én vagyok az, akire a beteget rábíztátok. És az én erőm határtalan, s ha szikvaszilárdán hisztek, határtalanul is működik. Mindennek sikerülnie kell, amit a velem való egyesüléssel tesztek. Érzitek-e magatokat ilyen bensőséges szövetségesnek velem? Fel kell tennem ezt a kérdést, mert egyedül ettől függ a beteg gyógyításhoz szükséges erő megléte, mert tőletek függ lehetővé teszitek-e embertársatok gyógyulását. Hiteteknek olyan erősnek kell lennie, hogy engem elevenen magatok mellett érezzetek, és már velem egyesülve működjetek, és így ejtsétek ki nevemet, így áldjátok meg nevemben a betegeket. Elképzelhetetlen erővel munkálkodhattok, ha mély hittel kéritek támogatásomat, hogy legyek segítségetekre. De a szeretet késztessen benneteket, hogy erőmet kérjétek, és hiteteknek olyan erősnek kell lennie, hogy egy pillanatra se vonakodjatok, amikor a gondolat felmerül bennetek, hogy a szükségben lévőnek segítsetek a nevemben akarjatok hatni, és erre a szellemem ösztönöz benneteket. Tehát ne gondoljátok, hogy ennél a cselekvésnél arcátlanul olyan valamire merészkedtek, ami nem felel meg akaratomnak. Amihez ösztönzést éreztek, azt minden kétkedésnél nélkül végbe, és sikerülni fog, hiszen biztosítottalak erőmről, ha erős a hitetek. Azonban áldásomat soha nem adom az önzés, a rombolás vagy a szeretetlenség tetteihez. Tehát értsétek meg, szükséges, hogy a szeretet legyen a hajtóerő, annak kell ösztönöznie benneteket, hogy erőmet kérjétek, és sohasem gyűlölet vagy bosszúállás. Szellememet csak a szeretet bírja cselekvésre. Csak a szeretet köthet úgy össze bennünket, hogy erőm részesei lehessetek. Ez a szeretet engedi annyira elevenni válni hiteteket, hogy hisztek annak sikerében, amit kivitelezni szeretnétek. Ezzel magyarázható a sok beteg beteggyógyulás, melyek az én nevemben mennek végbe. Amikor engem segítségű hívtok, akkor szavaimra hivatkozzatok. Kérjetek és adatik nektek. Kopogjatok és ajtót nyitnak. Az a gyógyító, aki szavam igazságának teljesítével a szívébe zár engem, az meggyógyít, mert a beteget átadta nekem, és én valóban nála vagyok erőben. Tud gyógyítani, mert korlátlanul használhatja erőmet. A mélyen hívő emberek tehát embertársaik javára élnek a Földön. Jézus a hangból! Gyakran tettem olyan csodákat, amelyeket ti is meg tudnátok tenni, ha értelmeteket, hitetek növelésére összpontosítanátok csak így érthetőek e kijelentéseim az evangéliumból. A hívőnek minden lehetséges. És az is, hogy még nagyobb dolgokat is fogtok tudni tenni, mint én. Mikor egy betegről azt kérdeztem, hogy hiszed-e, hogy meg tudom tenni azt, amit kérsz, akkor feltétlenül igényeltem eszének komoly rám figyelését. Ahhoz, hogy valaki általam gyógyítson, nem kell más tennie, mint imában azt kell kérnie, hogy Isten akarata szerint induljon el az a gyógyulási folyamat, amelyre a betegnek szüksége van testi egészsége érdekében. Ha ezt akár egyedül, de főleg legalább ketten egyetértve élő hittel kérik, feltétlenül meghallgatásra talál imájuk. Mindenki gyógyító, de nem mindenki gyógyít arra vagytok teremtve, hogy segítsétek, gyógyítsátok egymást. Ennek a természetetekbe oltott vágynak és képességnek felerősítését, ha velem élitek át, akkor pozitív irányú a gyógyításotok. Ha nem velem élitek át, akkor negatív, tehát a boldogtalanság irányában hat. De gyógyító képessége mindenkinek van. Sőt, öngyógyító képessége is van mindenkinek az angyal válaszból örök adó nem fáradó mindenható hatni csak általa lehet